Rätselrättischland und giftar Kolbier. Wunder gehen, sie regeln mir es ein. Ein Helikopter, es kettő. Meg egyszer húza orvú orgyása, es három. Dia volt a negyedik. Szeretek négyesben sétálni és rémüldözni. Egy tavaszi reggelen Dia befonta a haját és elindult barátaival a kertre. Mentek a zöld bokrok és a nyíló virágok között. Egyelőre nem történt semmi érdekes. Kergetőztek a lepkék, bukláztak a kartica bogara. Ám egyszer csak odaérkeztek a barackfához. A barackfa hangosan sírregett, súrogott. És valami mocorgott a csúcsában. Mi lehet az? Egy szörnyetek? Egy igazit? Húros, karmos, róka pofán? Egy tömzeljető? Nézzük meg! És ha rám tudod, ki borat? Piradíroz. Még itt csak nézzük meg! És ha éhes és elnyában? Mi az a kire? Tömzeljető. Akkor is látunk el. Muszi téged közel legyen. Felengedték a nyuszilétünköt és vártak. Mikor a két remegő nyuszifül megjelent a fa tetején, dír-dúr megmozdult a szörnyetek, nyuszi gyorsan behúnyta a szemét. Jaj, mit adott el el, dír-dúr? Mit láttál, nyuszi? Felengedték a helikoptert és figyeltek. Mikor a forgó szem kipörgött a fa tetején, rics-rács megmozdult a szörnyetek. A helikopter rögtön bezárta minden ablakszemét. Vissza, mert rics-rács! Mit láttál, helikopter? Semmi. Lábújhegyre állították a ceruzaorgó orjást és lestek. Mikor a ceruzaorgó kibukkant a lomb tetején, csőr-csőr megmozdult a szörnyetek. Ceruza orvú sietve összeszorította a szemét. Tefelé gyorsan, mert csőr-csőr. Mit láttál, Ceruza orvú? Semmi. Na majd jön. Hozta a nagy létrát Dia. Neki támasztotta a fának, és felmászott a tetejébe. Óvatosan kibukkantott a levelek közül, mire sír-súr megmozdult a szörnyetek. Én vagyok az, Diana. Suttogta Dia, és nem mondta be a szemét, hanem vigyázva oda nézett. Ó, na hát. Semmi dír-dúr, semmi rics-re, semmi csír-csör. Nosza felszállt a nyuszi léggömb, felemelkedett a helikopter, felágaskodott a ceruzaorvú óriás, és jól kinyitották a szemüket. Hát tudjátok, mit láttak? Fa tetején kicsi fészket, fészek mélyén öt tojásket, tojásokon egy büszkén trónoló madárnomát. Ő volt a szörnyeteg. A négy barát visszahúppant a földre, és olyat nevettek, hogy minden rémüldözést elfelejtettek. De ha még akkor is rémüldöztek volna, az én mesém is tovább tartott volna. Köszönöm.